Több embernek kellett elhagyni otthonát Kétpón, ahol egy tehervonat több vagonja siklott ki a falu közvetlen közelében. A vagonokban emberre is veszélyes növényvédő vegyszert szállítottak. A vagonok mentése, a vonal helyreállítása még napokig eltarthat. Várhatóan a jövő hét elején indulhat meg egy vágányon a közlekedés Kétpó közelében, ahol egy tehervonat balesete miatt rongálódott meg a vasúti pálya, és a felső vezetéket is javítani kell. Tehervonat kocsijai siklottak Tiszatenyő és Mezőtúr állomás közben Kétpó forgalmi kitérőnél. A 17 kocsis szerelvényből 7 kocsi a vágányon maradt, 9 siklott, a mozdony és a mozdony utáni első kocsi szintén a vágányon maradt. A helyreállítás jelenleg is folyik, egy kocsiban veszélyes anyagot, növényvédőszert azonosítottak. A katasztrófavédők vizsgálták a környéket, hogy mennyire veszélyes a szivárgó anyag. A 17 vagonból összesen 12 hagyta el a vasúti pályát, melyből 4 veszélyes anyagot szállított. A 4 vagonból egy volt az, amelyik megsérült és szivárog. A műszaki mentés ezért jelenleg is tart. Korábbi információktól eltérően lakosságvédelmi intézkedés nem volt szükséges. A közelben levő lakóházakból az ott élőket kiköltöztették, de néhány óra múlva mindenki hazamehetett. Nekünk szóltak a rendőrség, hogy ki kell küldözni. El kell menni a kultúrházba. Ennyit tudok mondani. Egyik barátom itt lakik nem messze, vagyis ő Budapesten lakik, de ő átjött, hogy mi is történt. Pedig itt lakunk, azt nem is hallottam semmilyen csattanást. Hát jó, mélyen aludtam. Óvóhelyre mentünk, itt a jelenlévő a Művelődési Ház. Ott nagyon szívesen fogadott mindenki mindenkit, elláttak minket élelemmel, elláttak minket innivalóval, sőt, még külön meg is hívtak minket vacsorára. A sérült szerelvény eltorlaszolja az átjáróból a falu felé vezető utat, még ezt is meg kell tisztítani. A helyreállítás idejére az érintett szakaszon vonatpótló buszok szállítják az utasokat.